Amit a kezembe tartok, ez a pisztoly egészen hasonlít egy M1911-re, hiszen a kezelőszervei meg az általános formája is az, azonban ennek a fegyvernek gyakorlatilag semmi köze nincsen hozzá, hiszen a Colt PRS egy görgős késleltetésű öntöltő pisztoly, ami teljesen másképp néz ki belőle. Laktek 230 grénes teljes köpenyes lövés. Nem csak oldott, de... Nem betette ki a hüvelyt. Lehet, hogy ez gyenge neki az előszer? Nem veti ki. Szerintem a másik rugóval meg kell próbálkozni. Szép ismétlő pisztoly. Beszorult. Ez meg egy double feed. Viszont mondjuk 10 méterről egy helyre, mert csak örülnék, ha működne. Most azért kipróbálom a másik lőszerrel majd. Mint látható, a biztosító csak jobbkezes a fegyverem. Ugye a klasszikus single action. Külső pakos sérsütőszerkezet, M1911 jellegű hódfarkas markolatbiztosítóval, növelt méretű tókbiztosítóval és egy növelt méretű számakasztóval is rendelkezik a fegyver. Szelier is belül 230 grénes, teljes köpenyes. Szerintem ez semmi nem történt, úgyhogy... Most se jött ki. Nem. Most már meglézem.
Most kivetette a hüvely. Megint kivetette. És is. Az igazi érdekességeket azonban majd belül fogjuk megtalálni, amihez ugye a szétszerelést kell elvégeznünk. Kivettem a tárat, ellenőrzöm a töltetlenséget. Már a töltetlenség ellenőrzésén feltűnik, hogy nagyon furcsa itt a csőfal környékén. Hátrahúzom, hogy a első illesztőjel a szánakasztó végénél legyen, a második illesztőjel pedig a szánakasztó levő félkör alakú kiemelkedésen. És akkor jövök rá, hogy ezt kézzel ebből a fegyverből az életben nem húzom ki, tehát segédeszközt fogok igénybe venni. A fegyverhez van pont egy műanyag tisztítórú, és azzal megkísérlem kinyomni, ami talán sikerül egy kézzel. Sikerült. És most lesz az, hogy mennyire érdekes belülről a fegyver. Tehát itt látszik, a fegyvercső alatta nincs a helyre lórugó. Tehát ugye ez a fegyvercső itt megy át rajta a szánakasztó tengely, tehát lövés közben teljesen fix mozdulat van. A szerkezet nagyon hasonlít a Heckler & Koch P9 pisztolyra, vagy akár egy M4 géppisztolyra, hiszen a csőfarban van egy ilyen bölcső alakú kiképzés. Ott van ugye két ilyen kis ívelt bemélyedés, és itt pedig a zárfejen oldalt kijön két darab kis görgő. Ott látszanak talán, ott egy, meg a másik oldalon egy. És ugye ezek a görgők mint egy kapcsolódnak ide bele, nem mereven, és lövéskor ezek adják meg azt a késleltetést, ami ahhoz kell, hogy csak akkor kapcsolódjon le a zárfej a csőfalról, amikor a lövedék már elhagyta a csövet. Ez egy igen komplex megoldás, nagyon drága elkészíteni, nagyon kemény felületű anyagokat igényel. Tehát ez igazából ennek a pionírja a Heckler & Koch volt, és most ezt a kort is átvette. De majd hátra megyünk. Más nem legalább szólásképet jutunk vele. Mert? Mert. Vedd a másik oldalról, mi mindig megyünk. Nagyon szép látvány egyébként. Nézd meg! Tehát ez egy ilyen... Nem veti ki őket, itt nem megy annyira hátra, és visszatolja. Most épp nem tolta vissza. Ennyi hiányzik el a centi. Tehát a szerélésben ott a jobban megy. A már nagyjából elkezd működni egyébként a gyengébb rugóval, és ezzel is hát... Ennyi.